Manapság a számítógépek és társai már-már teljesen természetesek mindenkinek, ám az, hogy ezek az eszközök hogyan gondolkodnak, kicsit varázslatszerűnek tűnhet. Ha kíváncsi vagy a téren, maradj velünk, és a végén még az anyagtudományi tudásodat is elmélyítheted. Ebben a videóban a processzorról lesz szó. A processzort a számítógép agyának is nevezik. Feladatai többek között a gép irányítása, adatok feldolgozása és az azokkal történő számítások elvégzése. A számítógép programjai a memóriában tárolódnak. A memória és a processzor közötti kapcsolatot a processzor segédcsípje, az úgynevezett északi híd teremti meg. Az északi hidat és a processzort egy csínrendszer köti össze. A processzor legfontosabb feladatai közé tartozik a számítógép vezérlése, kapcsolattartás és adatforgalom lebonyolítása a perifériákkal, a matematikai műveletek elvégzése és a memórián belüli adatforgalom lebonyolítása. Az órajel. Az órajel ütemzi a processzor működését. Az órajel egységnyi idő alatt elvégzett műveletek számát jelenti. A sebességet általában megahertz per szekundum vagy gigahertz per szekundumban mérik. A processzor részei a következők. A vezérlőegység, ami a memóriában tárolt program dekódolását és végrehajtását végzi. Az aritmetikai és logikai egység, ami a számítási és logikai műveletek eredményének kiszámításáért felelős. Valamint a regiszterek, amelyek belső tárolóelemek, melyeket munkamemóriaként is használ a processzor. A vezérlőegységről bővebben. Ez az egység ütemzi a processzor egész munkáját, utasításokat tölt be a memóriából, majd azokat dekódolja, majd azután végrehajtja. Az aritmetikai és logikai egység a matematikai és logikai számítások elvégzéséért felelős. A legtöbb processzorban az utasításokat egy vagy több alu végzi el. Ezek az egységek betöltik az adatokat a bemenő regiszterbe, majd végrehajtják a műveleteket, és a végrehajtás után az eredményt eltárolják a kimenő regiszteren. A következő pont a regiszter. A regiszter egy nagyon gyors elérésű, kisméretű memória, amely a processzorba van beépítve. Ezek a regiszterek ideiglenesen tárolják az információkat, amíg a processzor dolgozik velük. A mai gépekben általában 32 vagy 64 bit méretű regiszterek vannak. A regiszter típusok a következőek. Négy külön típusba sorolhatjuk a regisztereket. Vannak az utasítás számláló regiszterek, vannak az utasítás regiszterek, vannak a flag regiszterek, amik igaz-hamis állapotjelzők, valamint vannak a verem, mutató, SP regiszterek. Beszéljünk egy kicsit az anyag technológiáról. Szilícium. A processzor szilíciumból gyártják, amely egy félfémes elem, megjelenésére jellemző, hogy sötét, szürke és fémesen csillogó. Valamint ez egy reakcióképes elem, emiatt csak vegyület formájában található meg a természetben. Szilícium előnye. A szilícium egy sérvezető anyag, amelyet könnyű feldolgozni, valamint nagyon gyakori elem a Földön, ezért olcsó. Az alábbi dián szilárd anyagok kristálytípusai láthatók. Egy kristály, mint gyémánt vagy szilícium, polikristály, mint fémek és amorf anyagok. A processzor gyártás egyik lényeges lépése az úgynevezett ostya gyártása. Az ostya gyártása az egy kristály növesztéssel kezdődik. Benne az atomok szabályos geometriai rendben helyezkednek el. Tulajdonságaik irányfüggőek. Maga a monokristály növesztése lassú folyamat. A kész nagyjából 2 méter magas monokristályt szeletelik ezután, és a szeleteket polírozzák. Az ötvözés. A szilícium ötvözői lehetnek helyettesítési és rácsközi ötvözők. Ezeknek az anyagoknak a koncentrációja hatással van az elektromos vezetőképességre. A szilíciumot leggyakorlatilag germániummal ötvözik. Természetesen számos egyéb anyaggal is, mint például foszfor, bór és arzén. Ezeknek az anyagoknak hasonló az elektron szerkezetük. Ilyen az úgynevezett toppolást látható. A felvezető jelleg egyes anyagokban célzott szennyezéssel, azaz doppolással befolyásolható.
A doppolatlan formában is félvezető tulajdonságú anyagok. Intrinszik félvezetőknek a doppolás során félvezető jelleget öltő anyagokat extrinszik félvezetőknek nevezik. A diffúziós görbét a képen látható módon kell elképzelni. Ennek lefutása függ az anyagi tulajdonságoktól, azaz mit használunk ötvözőnek és a hőmérséklettől. A híres Moore törvény szerint az egy négyzetcentire értelmezett tranzisztorszám két évente megduplázódik. De ez véges. Ez azt jelenti, hogy a tranzisztorok mérete egyre kisebb, ezáltal több elfér egymás mellett. A törvény majdnem 50 évig tartotta magát, igaz köztudott volt, hogy mindaddig érvényes csak a törvény, amíg el nem érik a lehető legkisebb tranzisztor méretet, ami már az atomi szintű. Ez alatt nem lehet tranzisztort létrehozni. Tulajdonságok javítása is itt már csak speciális anyagkombinációkkal fokozható. A 2010-es évek végén sikerült elérni az atomi szintű tranzisztorgyártást. 2017-ben már 10 nanométeres nagyságrendű volt a tranzisztor mérete. Ez már bőven atomi szint. Melyek a fejlesztés lehetséges útjai? Ezt tudni kell a szilícium hátrányait. Például a többi félvezetőhöz képest lassabb elektronvezetés jellemző a szilíciumra. Szakszóval, illetve elektromobilitás. A kisebb főtűrés és a gyenge félvezetés is jellemző a szilíciumra. A gyenge fényvezetés korlátozza az optokommunikációs fejlesztési lehetőséget. Márpedig a jövőben sokkal gyorsabb fényimpulzusokkal történő kommunikáció fog elterjedni. Szilícium helyett mi lehet? Sokan a germániumban látják a csípjek jövőjét. Mivel ennek az anyagnak kedvezőbb tulajdonságai vannak számítástechnika oldalról nézve, mint a szilíciumnak. Jobb az elektromobilitása, jobb a hőtűrése, és az optokommunikáció is könnyebben megoldható vele. Léteznek egyéb anyagokból is csippek. Például grafénből is hoztak már létre csippet. A grafén a szénatomok egy atom vastagságú alaptörű módosulata. Alternatívák a már elhangzott például germánium csip, ami jobb tulajdonságot bír, de drágább a gyártása. A grafén számos kedvező tulajdonságot bír, de egy nagy hibája van, mégpedig az, hogy nem rendelkezik tiltott sávval. A tiltott sáv elektron állapotokat jelöl, melyet a számítástechnikában az 1 és a 0 különböztetésére használnak. Napjaink legígéretesebb megoldása a szilícium germánium ötvözet, ami a két anyag előnyös tulajdonságait foglalja magába. A csípgyártás egyik megoldása az epitaxiás gyártás, mely során egy üvegcsőbe helyezik el a szilícium lapkát és az elgözölni kívánt ötvözőt. A csőben vákuumot keletkeztetnek. Az ötvöző elgözölés során létrejön a szilícium lapkákon egy egykristály réteg belőle. A berendezés kamrájában az egyes elemeket külön-külön forrásban gőzölik el, egyensúlyi körülmények között. A kialakult réteg tulajdonságait az elgőzölt ötvözők és a gyártási paraméterek befolyásolják. Reméljük, sikerült tanulnotok valamit a videó során. Köszönjük a figyelmet!